look around. Isn't this beautiful? This is our world, our inheritance. Got this wonderful world as our inheritance. But we didn't treat it well. We didn't respect it. Rather, we have exploited it, abused it, made it sick by our relentless consumption. Ez a rövid videó is a Forgassa Földért elnevezésű 24 órás filmmaratonra készült még korábban. A magyar kezdeményezésű filmkészítő világjátékra idén is benevezhetnek azok, akik fontosnak tartják, hogy egy rövid mozgókép formájában felhívják a figyelmet a környezetvédelemre, a felelős magatartásra, a környezettudatos gondolkodásra. Maga a játék 18 évvel ezelőtt kezdődött Szekszárdon 2004-ben, de aztán, ahogy a világ fejlődött, a kamerák, a technikák fejlődtek, maga az internet fejlődött, így aztán világjátékká lett maga ez a játék. És 2013 óta a környezettudatos gondolkodással foglalkozik, és minden évben, amikor ezt megrendezzük, akkor tulajdonképpen ez az alaptémája ezeknek a programoknak, és az elmúlt évben volt egy nagyobb lélegzetű, annak ellenére, hogy mindent online bonyolítottunk le, tehát a vírusjárvány miatt akkor nem találkoztunk senkivel. Most viszont az idén annyiban változik, hogy a május 14-15-én lebonyolításra kerül játékba. A zsűri már részben együtt dolgozik, részben online összekapcsolva a világba, és ugyanúgy lesz két kísérő program, lesz egy megnyitó 13-án pénteken, illetve van egy záró eseménye is, a díjkiosztó. A filmkészítő maraton egyfajta futás az idővel, hiszen a résztvevőknek mindössze 24 óra áll rendelkezésre, hogy elkészítsék a pályamunkájukat. Tavaly közel 200 film készült el. Bízunk benne, hogy az idén is, mivel már vannak jócskán nevezések, hogy az idén is elég sok film lesz majd. Nevezési díj, korosztályi megkötés nincs. Abban a 24 órában kell leforgatni a filmet, ennek az a lényege, hogy szombat délelőtt 10 és vasárnap délelőtt 10 között kell elkészíteni és beküldeni a filmet. De az úgy van, hogy a világ minden időzónájában külön-külön vannak ezek, és akkor kapnak olyan pontokat, amiket be kell építeni a filmbe, hogy korábban ne lehessen megcsinálni, hogy legyen logikailag benne legyen a filmben annak, aminek benne kell lennie. Pályázók között vannak olyanok, akik visszatérők. Most is láttam a most már beérkezett pályázatok között olyanokat, akik az elmúlt években is szerepeltek. Technikai megkötés nincs, pontosan azért, hogy a profik is elindulhassanak, akik professzionális eszközökkel szeretnek dolgozni, de ugye az utóbbi évek nagy sikerét a mobiltelefonok használata hozza, hiszen azokkal a filmekkel, a mobiltelefonnal készült filmekkel sok fesztivál van ma már, és így könnyű őket tovább vinni más fesztiválokra is. Nincs tulajdonképpen semmiféle megkötés, nem gátoljuk ugye a művészi szabadságot, hiszen bármilyen stílusúak lehetnek a filmek, teljesen mindegy, milyen stílusban csinálja meg. A résztvevő, a játékos ugye, mert itt nem csak a művel kell megküzdeni, azt elkészíteni, tehát az idővel is küzdeni kell, és hát vasárnap délelőtt 10-ig várjuk az elkészült filmeket, persze mindenhol időzóna szerint. Az összes beérkező alkotás részt vesz a nemzetközi versenyen. Külön értékelése és díjazása kerülnek a magyar diaszpórából és Magyarországról érkező rövidfilmek. A versenyre beérkező pályamunkákat nemzetközi zsűri értékeli. Aki jön az idén a zsűribe külföldről, az Amerikai Egyesült Államokból, Los Angelesből jön a Lawrence Földes, aki az amerikai akadémiai tag, de mellette pedig a Diák Oscar díj kiosztó bizottságának az egyik ilyen oszlopos tagja, és aki mindig velünk van, 2004 óta, Bárdos professzor New Yorkból, a New York Egyetemnek a professzora, úgyhogy igazi filmesek vannak közünk, és hát Magyarországról is Szabó István említhetem, vagy kiemelhetem, és természetesen ki kell őt emelnem, hiszen Oscar-díjas filmrendező is megnézi ezeket az egyperces kis filmeket, és díjazza. Az idén is lesz Jiří Menzel díj, hiszen ő éveken keresztül a szintén Oscar-díjas cseh filmrendező velünk volt.
szinte haláláig, és úgy döntöttünk az elmúlt évben, hogy rá emlékezünk mindig azzal a film, amilyen olyan vidám megoldásokat tartalmaz, de attól felhívja a figyelmet a környezettudatos gondolkodásra. A versenyszervezői a kezdeményezéssel kaput kívánnak nyitni a Föld egyik legsarkalatosabb problémájának a megoldásához, mégpedig, hogy a kék bolygó még sokáig az emberiség közös, élhető otthona maradhasson. A verseny rajtja 2022. május 14-én helyi idő szerint délelőtt 10 órakor lesz, és egy időben zajlik majd a világon.